Oké, de elmentél Dániába ingyen dolgozni? Összeszedtem a pénzt, én sose szórtam a pénzt, tehát mindig élelmes voltam, és mindig arra gondoltam, hogy akkor mi, hogyan építsük azt tovább. De miből éltél Dániában, amíg semmiből. Felélted a tartalékaidat? Ugye én mindent felmondtam Angliában, hogy elindulok. És mondom, akkor Nómában ott leszek, és megyek tovább. És annyira spóroltam, hogy egy munkásszállón szálltam meg hónapokig. Nem mondod komolyan. Munkásszálló laktál? Persze. És mivel lezártam mindent Angliában... És ott hányan laktatok egy szobában? Hát szerintem 68-an emeletes ágyas szobák, de... Fürdőszoba? Hát közös folyosón? De folyosón. És képzeld el, hogy jéghideg volt, tehát sokszor a lehelletemet lehetett látni a szobában. Az ágy, aha. Úristen. És általában mindenki vendégmunkás volt, csak nem a jobbik fajta. De tényleg. Olyanok voltak, hogy... És nem akartak kirabolni? Hát azt nem, de ugye én az összes pénzemet kivettem cashbe, nem sok pénzről beszélünk, nagyjából olyan 8000 euró, tehát nem egy nagy pénz, de ahhoz képest ugye nekem az több évnyi megspórolt pénz volt. És mivel nem tudtam hova tenni, és a bankszámlámat Angliába megszüntettem, ezért a boxer alsómba rejtettem a pénzt. Jézusom. Minden nap gyalogoltam a munkahelyre. 35-40 perces gyalogolás. Minusz 10-ben? Vagy mennyiben? Hát minusz 20-hoz közelebb inkább. De miért ne kelljen venned buszjegyet? Nagyon drága volt. Hát ahhoz képest a 8000 euró az mire elég? De mit tanultál itt a Nómában? Igazából a szervezést, tehát a logisztikáját annak, hogy hogyan lehet a világ legjobb étterme mögött úgy állni, hogy profi minden, sosincs zavar, nincs stressz, és mégis tökéletes. De milyen ételek vannak, akkor mondjál mondjuk három fogást. Mondok egy példát. Ők például annyira nagyok, hogy megtehették azt, hogy a világon először hangyát tegyenek az ételre. Nem mondod komolyan. És gondolj bele, hogyha én élő hangyát? Hát ha én hangyát tennék az étterembe, az ételre, te bejössz hozzám, és valamelyik vendég biztos, hogy pofán akarna verni, hogy ennyi de pénzért hangyával lehetettem. De élő hangyát rakott az ételre? Nem feltétlenül élő, de igazából egy nagyon érdekes íze van. És megkóstoltad a hangyát? Persze. Hát azon ugye dolgoztunk.